Köszönöm szépen, nekem ez a kis. Sziasztok! Én volnék a Simon Fagy Balázs. Én fogok bemutatni a söröket, valaki már hallotta a kis előadásomat, remélem azért jó páran még nem. Volna annyit, hogy én sörfőzéssel, sörökről való beszélgetés, előadástartással foglalkozom. Van egy kisebb gerilla sörfőző rendünk, a Harapánk. Söröket főzünk, azt jelenti piacra egyébként kocsmákba és boltokba. De nincsen saját sörfőzőnk, hanem ez gerilla jelleggel, amolyan bérgyártás keretében műveljük. Másrészt pedig van egy Brew Studio nevű kis intézményünk, ami házi sörfőzés, oktatásról szól, sörkóstolókat tartunk, vagy mindenféle egyébként rendezvényeket. Ma este is kettő sör fogunk megkóstolni, mind a kettő a First sörfőzdétől jön. A First az egy budapesti sörfőzde, aztán most voltak nemrég két és fél évesek, valahogy így, tehát viszonylag újnak számítanak, több modern technológiával, Váci út, 300 valahány szám alatt jól messze művelik ezt. Az első sor, amit viszont tőlük, az pedig egy belga búza. De minden sörtípusnak megvan egy ilyen sajátos kis leírása, van egy nemzetközi sörbírálói rendszer, ami összegyűjti a sörtípusokat. Itt szeretne elég hosszan az, hogy a sörtípusnak milyen paramétereknek kell megfelelnie. És hát a belga búza ebből az egyik első, ami belekerült ebbe a gyűjteménybe. Ez elég vastag könyv most már, ez így A4-es oldalon van minimum kettő sörtípus, és akkor most azt hiszem, hogy ilyen három oldal környékén van a könyvecske. Elég sok sörtípusról beszélünk. 80-as évek kezdték ezt kiadni ilyen tudományos jelleggel. Még van az egyik első sörtípus, amely belekerült ebbe a gyűjteménybe, az a belga búza volt. Egy nagyon híres, klasszikus sörtípus. Egy pár szó arról, ami mindenki lekapja a sörét, hogy mit lehet tudni erről a belga búzáról. Kettő a híres búzasör van a világban, a német Bajor búza, egészen pontosan meg a belga búza. Különbség a kettőből főleg abban rejlik, hogy a belga búza krémesen, illetőleg hát szinte minden esetben tartalmaz valamiféle fűszert. Belgiumban, Hollandiában alapjománya volt annak, hogy az emberek a sörre fűszereket tesztek. A klasszikus megközelítése ennek, ez is ilyen egyébként, ez a koriander, meg a keserű narancshéj, vagy narancshéj. Ez a kettő fűszer van ebben a sörben is. De a történelem során igaziból rájöttünk arra, hogy bármi elképzelhető, hogy eszébe jutott tettek már szerintem sörbe, pláne búzasörbe. A másik pedig ez a fajta banános ízterettség, ami jellemzi még a sört. De nincsen banán konkrétan, a búza élesztő felelős ezért a hatásért. Ugyanis millióféle élesztővel lehet dolgozni a sör elérzése során, és nem mindegyik választ az ember. Ugye az élesztő maga viszonylag egyszerű teremtmény, az a sorsa, hogy cukorból csinálja alkoholt, meg széndioxidot, erre számítunk tőle elsősorban, de emellett van még egy csomó fontos mellékterméket, amit produkál ilyenkor az élesztő elérzés során, meg a szaporodás során. Ilyenek ezek az észterek, meg fenolok, és hát attól függően, milyen élesztőtörzsel dolgozunk, és hány fokon használjuk különben, attól függ az, hogy éppenséggel milyen melléktermények kerülnek bele a sörbe. Na most a búzán az a jellemző, hogy van egy ilyen szegfűszeges fenolossága és banános észterességgel. Úgyhogy ez konkrétan nincsen gyümölcs, nem csak mondom, de ez jellemző különben a belga mellett a német sörök és a fajta gyümölcsösség. És ugye ezt párosítja, vagy ezt egy ellensúlyozza az, aki remekül ezt a kis édesebb érzetet, a koriander, illetve a narancsnak a narancs kesernyés, enyhén fanyar jellege. Másik a búzasörről az még, ami egy érdekesség, hogy gondolom mindenki akarja a búzasört, mert tettek citromkarikát, ugye? Na, hát ennek van egy érdekes története, mert nyilvánvaló, amikor a búzasört főztek első ízben, nem dobáltak bele citromot. A sztori érdekes az, hogy szerették volna a romlott söröket kissé elrejteni. Ja, és a búza élesztő az hajlamos arra, hogy nagyon gyorsan megőrül. Azt jelenti, hogy elkezdi a sört végül is besavanyítani, egy kicsit utóerjeszteni,
ami egy fagyas sört eredményez, az meg nem olyan jó dolog. Úgyhogy kitalálták azt az okos kocsmát, hogy nem akarták kidobni a félhordó sörüket, hogy tesznek bele egy karika citromot, és megint dobolják ezzel ezt a fagyas karaktert. Tehát most már nincsen szükség is igazából, mert olyan szerintem a technológiák, hogy ez ritkán fordul csak elő, de a szokás megmaradt, úgyhogy ez egyfajta ilyen szélhámosság volt annak idején, most meg utóvá lélet belőle. Én azt mondom egyébként, hogy a búzasörben nem kell citrom, szerintem azzal elrontjuk alapvetően a búzasört. A fagyalkásnak azt persze jól áll neki, de egy csomószor ez szándékolt, ez beleálmodja a sörfőzőmester, ugye vagy nem. Célszerű úgy megkóstolni mindig a sört, ahogy azt eltervezték. Egyébként van még egy ilyen őrület, ez a tekila. Ugye tekilát ezt mindenki sóval iszta, meg citrommal azt is, igen. Ez ilyen itt terjedt el Európában, az olcsó tekila az valóban ihatatlan egyébként. Gondolom mindenki próbálta már ezt magában meginni, az olcsó tekilát, az nem működőképes. Ugye kell, ami sokkolja az embert, egy kicsit kilendíti ebből a borzalomból. Erre van a só meg a citrom, hogy azt, hogy gyorsan a hízeket eltünteti. Normális tekilát nem illik így írni, ugye azok sokkal finomabbak annál. Úgyhogy tele van a kis ivókultúrák mindenféle ilyen trükkkel, varázslattal, hogy próbálja elfedni vagy a rossz tiszt, hát igazából főleg a rossz tiszt. Akkor egy pár szó a kóstolásról, ezt tudja, hogy pár van, hogy hallottátok, hogyan kóstolunk sört. Nagyon fontos dolog az, hogy a sört egyrésztről... Wow! Igen, köszönöm, igen, egyébként hiteltelen volna. Szóval hogyan kóstolunk sört? Ugye, fontos nagyon a látás, ezt félre kell tennünk az első másodpercben. Ahogy kapunk egy sört, bele kell szippantani gyorsan rövideket. Ez azért van szükség, mert egy csomó aroma, egy csomó illóolaj rendkívül gyorsan távozik. Ezeket egy célszerű elkapni ugye az elején, amit lehet. Aztán jött a szemrevételezés, mit látunk ebből, az, hogy a sörünk az világos, és hogy erősen szüretlen. Szüretlen azt jelenti, hogy nem látunk át rajta, mint a vízen. Ezért van, mert van benne még élesztő, maradék élesztő. Élesztő az nem azért van benne, mert benne hagyta a sörfőzőmester véletlenül, hanem tudatosan. Egyébként ez rossz a sörnek bizonyos tekintetben, mert gyorsan megromlik. De annyi plusz értéke van, hogy megéri benne hagyni mégiscsak. Az élesztő sejtekhez hozzátapad egy csomó aroma. Ha kiszűrjük ezt az élesztőt a sörből, akkor már tovább el fog állni a sör a polcon, de cserébe kiszedjük a sörnek kicsikét a lelkét, és a legtöbb sörtikusnak ez nem áll jól. Hát ez van még neki a plusz zamatot. Következő az maga a kóstolás lesz, már hogy a szájjal történő vizsgálat. Itt vehetek a szájatokba egy kis korkot, gyorsan nyeljétek le, ezzel kipucoljátok a nyelvetekre rátapadt. Kapott mindenki? Bólogatnak. Szóval a kis kork, gyorsan le is nyeritek, azért jó, mert kipucoljátok a nyelveteken maradt maradék fogácsát, előző sört és társait. Aztán jöhet egy nagyobb kork, szájatokba ezt forgassátok meg, és nyeljétek le, aztán várjatok. Van egy fejlődésnek hívott dolog, ez azt jelenti röviden, hogy a kóstolás után akár fél perccel is még jöhetnek utóízek, amik így a sör teljességéhez eléggé hozzátesznek. Ez röviden a kóstolásnak a kis dinamikája. Azt még elmondanám, hogy... Azt még elmondanám, hogy nem célszerű túl hidegen sört fogyasztani. Mert többször, mikor ízekre gondolunk, vagy kóstolásról beszélgetünk, azt mondjuk, hogy dinnye ízű valami, vagy citrom ízű, ilyen ízek nincsenek. 5, 6, 8, 10 alapíz van, ez baromi szegényes, ugye? Keserű, édes, só, savanyú, umami, és akkor van még zsíríz, fémíz, lehet 10-nál, de ezt akár vették, attól, hogy melyik országban ezek más fognak mondani nektek, de mondjuk legyen 10, ez már rendkívül sokat érdekes, és sokat mondok ezzel. De ilyen citromíz nem létezik egy dinnye íz, ezek mind aromák, mind illatok. Ezért is van az, hogy a szaglás gyakorlatilag az maga az ízlelések, a 80%-a. Tehát gyújtjuk a sört, akkor egy csomó illóolaj nem jön belőle előre, nem tudja fő belőle érezni, ezáltal egy kevési egyensúlyban lévő sörrel fogunk találkozni. A szaglás mindig kulcskérdés, azért is kell egy bontra először beleszagolni a sörbe, aztán csak iszogatni. És egyébként csak az orrunkkal érzünk illatokat, így előről beleszagolva, hanem hátul a garat fölött is rengeteg aroma kerül bele az orjáratunkba, ahol szépen ott detektáljuk, mint illatot. Úgyhogy valójában, ha kóstolgatunk, akkor szagjunk, pár ízt érzünk, és egy kis textúrát, hogy
ez ilyen csipkedős, szélsavas vagy krémes, lágy, ezeket még érezzük ugye a szánkkal, de alapvetően a szaglás az egésznek a lényege. Úgyhogy a sört ne üdjétek túl, mert a szaglás akkor megborul, illetőleg a másik az, hogy az ízek is visszafogódnak ilyenkor, édes víz különösen olyan, ami ilyenkor kevésbé jön elő, borul megint csak az egyensúly, túlzott sör tehát az ellensége a minőségi sörnek. Senki nem szokott hőmérővel sört kóstolni, de ha ott biztok jó sört, akkor vegyétek ki a hűtőből egy ilyen 10 perccel fogyasztás előtt, és akkor nagy baj nem lehet. Első körben ennyit mondanék el, a következő sörnél igyekszem majd még egyéb infókkal is szolgálni. Úgyhogy átadnám a szót az első előadónak, gondolom Tamásnak. Hajrá! Köszönöm!